Negyedik lépés. Minden népnek, minden kultúrának vannak alaptörténetei. Ezek megfogalmazzák azt, hogy mi az élet, mit jelent embernek lenni, hogyan kell helyesen élni. A görög kultúra egyik legalapvetőbb története az Iliász és az Odüsszea. A Biblia egyik legalapvetőbb története pedig Ábrahám története. Mindkettő egy hosszú, kalandos, nehézségekkel teli útról szól. Ez az út nem más, mint az emberi élet. Az Odüsszea és a Biblia életfelfogása azonban nagyon különböző. Odüsszeusz oda tér vissza, ahonnan elindult, Itakába. Ez egy önmagába záródó út. Az út főhőse a ravasz, talpra esett és bölcs Odüsszeusz. Az Odüsszea egy emberközpontú, humanista világfelfogást tükröz. Ábrahám egy égi hívásra az idegenbe indul, az ígéret földjére. Egyetlen úti batyúja egy titokzatos ígéret. Az ő útjának főhőse Isten. Isten vezeti őt, és menti ki sokszor olyan helyzetekből is, amelyeket a saját bűnei okoztak neki. A mi életünk is ilyen, mint Ábrahám útja. Isten hívott létre minket. Ebből a világból indul ez az út, de az ő örök létébe, az atyai házba vezet. Az életutunk főszereplői, hála Istennek, nem mi vagyunk. Istentől jöttünk. Ő alkotott minket, ő hozzá térünk haza. Az életünket ő fogja beteljesíteni. Adj hálát az életedért, ezért a titokzatos útért, amely nem ér véget a halállal, hanem Isten örök létébe tart. Hogyan illeszkedik az életed útjába most ez a zarándok út? Melyik lépés megtételében segít?